Testünk alapvetően 36-37 fokos hőmérsékleten működik a legjobban, 35 foknál már kezdetét veszi a kihűlés folyamata. A szervezet lépésről lépésre áll le, nagyjából 20 fokos testhőmérséklet esetén a keringési rendszer bénulása következtében beállhat a halál. Ez megelőzhető, ha időben felismerjük a kihűlés tüneteit. Az első és teljesen normális szervezeti reakció az, hogy dideregni kezd a személy, ezáltal ugye az izommunkával próbál további hőt termelni annak érdekében, hogy ezzel a kihűlés ellen védekezzen a szervezet, de gyakorlatilag ahogy a testhőmérséklet csökken, ezek a védekező mechanizmusok egyre inkább eltompulnak, csökken a betegnek a vérnyomása, csökken a betegnek lelassul a pulzusa, a légzése, a tudatállapota beszűkül, és gyakorlatilag egy ilyen mély álomszerű állapotba kerül, egy nagyon alacsony vérnyomással, egy nagyon alacsony pulzusszámmal jellemezhetően. Úgyhogy ebben az esetben, amikor már ezt észleljük, akkor az biztos, hogy a maghőmérséklet csökkenése az már egy előre haladott kihűlést mutat, úgyhogy ilyenkor agresszív kezelésre van szükség, és mindenképpen a sürgősségi ellátás keretei közé kell ezen betegeknek kerülniük. Az Országos Mentőszolgálat régió vezetője azt mondta, érdemes külön kezelni a baleseti lehűlést, amikor valaki tudatmódosító szer hatása alatt kerül szabad térbe, esetleg jeges vízbe. Az ilyen esetek ma már nem olyan gyakoriak, mint pár évvel ezelőtt. A társadalmi felelősségvállalás sokat javult. Azonban gyakori, hogy a rossz szociális körülmények között élők, főleg az idősek kihűlnek. Ráadásul vannak olyan társbetegségek, amelyek még hajlamosabbá teszik a szervezetet a hővédő képesség kikapcsolására, ezáltal veszélyeztetettebbé válnak. A szakemberek azt mondják, földön fekvő, maga tehetetlen ember mellett soha nem menjünk el szó nélkül. A régiót tekintve szinte mindennapos a sürgősségi osztályok tekintetében az enyhe vagy közepesen súlyos kihűlés, mert, mint mondtam, akár a saját otthonában is ki tud hűlni fűtetlen környezetben egy magatehetetlen idős személy, aki mondjuk esetleg elesett, vagy agyérkatasztrófát elszenvedett, földre kerül, nem tudja magát védeni, és fűtetlen helyiségben gyakorlatilag a lakás körülmények között is ki tud hűlni. Tehát ezek a télidőszakban mindennaposan megnövő problémák, súlyos életveszélyes baleseti kihűlés azért ennél ritkább, de gyakorlatilag ebben a téli időszakban ez a sürgősségi ellátó rendszerben mindennapos problémakör. Orvosi kutatások szerint a kihűléses esetek körülbelül 30%-ában szerepet játszik az alkohol. A kihűlés elleni leghatékonyabb védekezés a mozgás, ezzel ugyanis a test hőmérsékletét jelentősen meg lehet emelni.